A vásárlók modulra kattintva látjuk, hogy a megrendelések itt vannak. a megrendelést az előző videókban néztük át, ezért most ezzel nem fogunk foglalkozni. Egyébként így egymás alatt felsorolva lennének a adott megrendeléseink, amelyeknek a státuszát egyből láthatjuk, ugye a vásárlási dátumot, és azt is, hogy mennyibe került az a megrendelés. Ráállva négy tevékenység közül választhatunk, itt is látunk egy kis összegzést és a fizetési módot is. Ezért nézzük inkább a vásárlókat. A vásárlókkal lényegében a regisztrált tagokat tudjuk itt szabályozgatni, méghozzá itt is négy dolog közül választhatunk legelőször, látjuk egyébként a vásárló keresztnevét, vezetéknevét, hogy mikor regisztrálta magát, és szerkezthetjük, akár törölhetjük is rendeléseit megnézhetjük, vagy egyből e-mailt küldhetünk neki. Egy kis összegzést azért itt is látunk, hogy mikor regisztrált, mikor módosította utaljára adatait, mikor jelentkezett be utoljára, ugye hányszor jelentkezett be, ráadásul látjuk azt is, hogy még milyen országból van. Ha e-mailt akarunk küldeni, ide kell kattintani, és egyből egy ilyen alapformulát kapunk, ahol is a vásárlót kiválaszthatjuk, még így a legörülő menüre kattintva is, vagy vásárlót választunk ki, vagy akár az összes vásárlónak küldhetünk levelet, vagy netán a hírlevelünkre feliratkozottaknak is, és ezek alatt a lehetőségek alatt pedig fel lesznek sorolva a regisztrált felhasználóink. Most kettő van, tehát bármelyiket választhatnám. Megadhatjuk azt az e-mail címet, akitől kapják ezt a levelet, itt akár ezt ki is lehet törölni, így és a végét is akkor, meg ott is van egy ilyen jel, és beírhatjuk akár azt is, hogy info kukacvideobázis.hu, vagy admin kukacvideobázis.hu, vagy netán menedzser, attól függ, hogy kinek a nevében írunk. Ugye a tárgyat meg kell adni, ez lesz a levélnek a címe, lényegében és az üzenetet írhatjuk. E-mail küldése után ez már meg is történik, viszont mivel én lokálhoztam vagyok, ezért az e-mail küldés nekem most nem működik. Ezért visszalépek, és nézzük, hogy rendelte valamit, nem rendelt. Nézzük a videóbázis rendeléseit, rákattintok, rendelések. Itt látjuk, hogy egyetlen egy rendelése van, és azt változtathatjuk az előzőekben elmondottak szerint. Hát törölni szerintem minden regisztrált felhasználót nem kell, maximum, ha nagyon nagy vétséget követel. Ennyit akkor itt a vásárlók részből.